hatvani egyetemistákat támogat az önkormányzat. 90. születésnapját ünnepelte Katona Illés. Idén is megrendezték a lámpás felvonulást. Köszöntöm nézőinket! Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. Idén is segíti az egyetemistákat az önkormányzat. Most 10 pályázó nyerte el a felsőoktatási ösztöndíjat. A cél a diákok diplomaszerzésének támogatása mellett az, hogy a megfelelően képzett szakmailag elhivatott hallgatók tanulmányaik elvégzése után visszatérjenek a városba és itt telepedjenek le. 4 éve kapta meg a felsőoktatási ösztöndíjat Silkó Rebeka. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen szerezte a diplomáját, rekreációszervezés egészségfejlesztő szakon tavaly. Most pedig már egy egyesülettel segíti 60-t, táncot oktat gyerekeknek és felnőtteknek. Azt mondta, a felsőoktatási ösztöndíj hatalmas segítség volt az egyetemi évei alatt. Ez egy hatalmas lehetőség azoknak, akik úgy gondolják, hogy 60-ban szeretnének utána elhelyezkedni. Természetesen ez egy hatalmas összeg, ösztöndíjak tekintetében is, úgyhogy mindenképpen jól jön. A 60-i önkormányzat folyamatosan segíti a fiatalokat, így idén is meghirdette a felsőoktatási pályázatot. Most 10 hallgató nyerte el az ösztöndíjat. Egyikük Lóska Bálint, aki az Óbudai Egyetem villamosmérnök képzésére jár. Hát írni kellett egy A4-es oldalnyi írás magamról, amiben a céljaimat írtam le, az elhelyezkedési céljaimat, hogy mit szeretnék kezdeni, meg hogy hol jelenleg ugye dolgozom a suli mellett, és hogy hol dolgozom, miért ezt választottam. A sikeres pályázók havonta 25 ezer forintot kapnak, amelyet azzal a feltétellel ad a város, hogy a tanulmányaikat követően a fiatalok 60-ban vállalnak munkát, és itt kamatoztatják a megszerzett tudásukat. Most, amikor beszélgettem velük, nagyon nagy öröm volt hallani, hogy mindenki azt mondta, hogy a városban képzeli a jövőjét, itt szeretne családot alapítani, és itt szeretné leélni az életét. És az nagyon fontos, hogy a fiatalok, azok megmaradjanak a városban, itt legyenek, itt képzeljék el a jövőjüket, és itt alapítsanak családot, mert ez jelenti azt, hogy hisznek a városban, hisznek a város jövőjében, és a saját jövőjükben is. A felsőoktatási ösztöndíjak átadása után a polgármester beszélgetett a hallgatókkal a jövőjükről, és biztosította őket arról, hogy az önkormányzat a továbbiakban is segíti a fiatalokat. 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Katona Illést Horváth Rihárd polgármester. Az ünnepelt elmondta, munkával töltötte az életét. Véleménye szerint ezért sem volt ideje sosem megbetegedni. Kisiparosként dolgozott, emellett szabad idejében szőlőt művelt. Hadd kívánjak még jó sok évet! Köszönöm! Egészségben, boldogságban! 90. születésnapját ünnepelte Katona Illés. Ebből az alkalomból Horváth Rihárd polgármester köszöntötte őt. A kereki fordulót ülő szülinapos otthonában fogadta a városvezetőt, örömmel vette át az ajándékokat és hosszasan mesélt életéről. Elmondta, hogy tősgyökeres 60-i, és azt is, hogy élete során mindösszesen 3 helyen dolgozott. Én nem voltam vándorló munkás, én szerettem egy helybe dolgozni, azért lehúztam. Egyik helyen ugye jobban jön a 10 évet, abban lehúztam a 25 évet, utána meg lehúztam a kisipari vállalkozásomat. Ebben ment az életem. Katona Illésnek egy gyermeke és egy unokája született. Szabad idejét lányával tölti, emellett a volt műhelyében olvasgat. Mint mondta, feleségével régebben szőlőt műveltek és piacokra jártak árulni. Véleménye szerint ez is segített benne, hogy már a 90. születésnapját ünnepelheti. A hosszú életét az, hogy nem szabad leállni. Mindig csinálni kell valamit, hogy ne gondoljon bele az ember, hogy múlik az idő. Erre nem szabad gondolni, és akkor jön, ahogy jön. A Jászmészarújj Vadásztársaság tagja volt, sokat vadászott, emellett a kisiparosi munka kötötte le, minden gépen dolgozott. Úgy fogalmazott, a 90 év alatt annyi mindent csinált, hogy nem volt ideje megbetegedni.
Idén is megrendezték a lámpás felvonulást 60-ban. Gyermekek és szüleik különböző töklámpásokkal, jelmezekbe öltözve sétáltak a városban. Az eseményen csaknem 250-en vettek részt. A programot a Dalvarássó Kórus énekes-táncos produkciója színesítette. Csontváz jelmezbe, boszorkány süvegbe és varázsló palástba öltözött gyerekek, szülők és nagyszülők gyülekeztek a Turinform 60 iroda előtt. Ugyanis innen indult az a felvonulás, amit Halloween kapcsán szerveztek. A résztvevők világító lámpásokkal érkeztek a rendezvényre. Soblocher Bernadett elmondta, mert hagyomány, hogy minden évben, október végén lámpás felvonulást szerveznek, amely egyre népszerűbb. Tavaly csak nem 200 ember csatlakozott. Nagyon sokan gondolkoztunk azon, hogy milyen programokat hozzunk a Turinform 60 iroda életébe be, és 2018-ban volt egy diákunk nyári munkán, és így megkérdeztük, hogy esetleg neki milyen ötlete támadna, amivel úgy a családosokat, kicsit úgy nagyobb korosztályt is meg tudunk mozgatni, és ő hozta ezt az ötletet nekünk, mi ezt jónak gondoltuk, és egy picit tovább gondoltuk. Hozzátette, a program célja, hogy minél jobban népszerűsítsék 60-t és látványosságait, illetve hogy összefogjon a város lakossága, és közösen szórakozzanak. Vikartócki Vince már több alkalommal is részt vett a lámpás felvonuláson. Idén kalapácsos fantomnak öltözött, jelmeze elkészítésében a mamája is részt vett. Ez igazából ez csak egy ilyen gyors összekapkodás volt, de végül is a hajamat azt bezseléztem, aztán a mamám segített ugye az arcomat azt megcsinálni, a gatyában is ő segített, és hát lényegében ennyi. Az áruhába öltözött emberek közösen indultak el a gyülekező helyszínéről, a városháza felé vették az irányt. Mindenkinél volt világító lámpás, illetve akadtak olyanok is, akik tökből faragott alkotásukkal sétáltak körbe a városban. A Kossuth téren egy koncerten vehettek részt, a Dalvarássó Kórus énekes-táncos produkcióját tekinthették meg, akik az alkalomhoz hűen Halloween témájú dalokat adtak elő. A programon résztvevő gyermekek nagyon élvezték a jelmezbe öltözést, kreatív ötletek születtek. Én egy boszorkány lettem, egy seprűm és egy lámpásom. Honnan jött az ötlet, hogy ennek öltöz? Hát egyszer csak megláttam a jelmezeim között a boszorkány sapkát, és eszembe jutott, hogy de jó lenne ennek öltözni. Én nagyon jól érzem magamat, mert egy csomó barátom itt van. Én egy unikornisnak öltöztem be. És honnan jött az ötlet, hogy ez legyen a jelmez? Hát a barátomtól tavaly Farsangra egy unikorn is volt, és én azt hittem, milyen jó ötlet lenne. Ez egy nagyon érdekes jelmez szerintem, mert én sárkány suttogó lettem, és onnan ered, hogy én nagyon szeretem a sárkányokat, a kedvenc állatom, és ugye a kis testvérem meg az lett, és nagyon megtetszett az ötlet, ezért úgy döntöttem, hogy annak öltözök. Már pár ünnepségem voltam ebben, és ez nagyon tetszik nekem ez a ruha. A készítéséről annyit, hogy anya csinálta nekem ezt a ruhát, úgy, mint a sárkány jelmezt is, és a butat meg én. Én nagyon jól éreztem magam a rendezvényen, és nekem a koncert tetszett a legjobban, meg a séta is nagyon jó volt, ilyen esti felvonulás lámpákkal. Micki Laura családjával és barátaival vett részt az eseményen. Elmondta, kedvenc programja a koncert volt. Nagyon jó volt, és nagyon tetszett a koncert is. Hát nekem legjobban talán nem is tudok dönteni, de mindegyik dal tetszett. Én nagyon jól érzem magam. Én egy macskának öltöztem be, és igazából nekem minden tetszett, a koncert is, minden dala. A koncert és a pihenő után a séta folytatódott. A rendezvény utolsó programja a 60-i Lajos Múzeumban volt. A helyszínen forró teával fogadták a felvonuló jelmezes társaságot, illetve a gyermekek számára különféle édességekkel is készültek. November 4-e nemzeti gyásznap. Az 56-os hősökre és a több mint 2500 áldozatra emlékezünk ilyenkor minden évben. 66 éve ezen a napon indult meg a szovjet katonai invázió, amely megpecsételte az 56-os forradalom és szabadságharc sorsát. Ebből az alkalomból országszerte megemlékezéseket tartanak, így 60-ban is.
Az érdeklődőket közös főhajtásra és gyertyagyújtásra várják pénteken este 6 órakor a Kossuth téren, ahol Krizsán Zoltán atya osztja meg gondolatait. Pénteken egy hullámzó frontrendszer hatására sok felhő lesz felettünk a Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé várható esőzápor. Kora délután 12-20 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton felhős időre készülhetünk, elszórtan a középső keleti tájakon még szükség lehet az esernyőre. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 12 és 20 fok között alakulhatnak a maximumok. Vasárnap rövidebb napos időszakokra már számíthatunk, elszórtan eső, zápor, a középső, északkeleti-keleti tájakon valószínű. Napközben 12-18 fok közé melegedhet a levegő. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben Csipike az óriás törpe történetét hallgathatják meg a gyerekek. Ezt követően a kommentárban Horváth Richárd polgármester beszél a rezsiválságban hozott intézkedésekről. Az élesztőben pedig a művészettörténet szerepéről lesz szó a betegek gyógyulásában. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihírlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!